Szevasztok, srácok, Zomba, üdvözlök mindenkit, és ma az a helyzet, hogy elgondolkodtam rajta, hogy mi az, amivel meg tudjuk verni a Midrange Hunter-t, ami egy nagyon népszerű lista, mi az, amivel meg tudjuk fogni az Odd Warrior-t, és mi az, amivel az Odd Paladin ellen sem vagyunk annyira rosszak. És ha ilyen összetett kérdés van, akkor nyilván valamilyen fajta kontroll, vagy ilyen kontrollosabb irányba hajló midrange deck jöhet számításba, és most egy ilyennel fogunk játszani, ez pedig most egy Big Spell Mage. Ugye a Big Spell Mage-gel az van, hogy egyről az Odd Paladin ellen olyan negatív a matchupunk, az ilyen 48,5 és 51,5, tehát valami ilyesmi, hogy ilyen másfél százaléka a diffi, hogy most tudunk-e nyerni, vagy nem tudunk-e nyerni, ez kb. Nyilván azon múlik, hogy a Jaina-t fel tudjuk-e húzni, vagy valami nagyon hasonló a nuance-nyi apróságot. Tehát elvileg mind a három deckkel, amit célzunk, jók tudunk lenni, és ez a lista, amit specifikusan kinéztem, ez Midhunter ellen sem csak 52%-ot tud, hanem elvileg 56 fölött van, viszont remélem, hogy ezzel együtt azért az Odd Warriort is meg tudjuk fingatni, úgyhogy érdekes mindig ilyen deckkel játszani, ami több felé szeretne lőni, úgyhogy most ez fog következni. Na, gyertek! És a lista, ami itt van előttem, nincs mit görgetni, mert ez egész látszik, hát konkrétan ilyen rénónyi lap van benne, elég sok. És így látjátok, tehát hogy még Volpriest ellen sem vagyunk valószínűleg rosszak a tupla polimorfunkkal, ugye Stonehillből vannak csodálatos értékeink, kelezettel az egész deckünk sokkal nagyobb és érdekesebb, mivel sok nagy spell-le játszunk, ezért van benne egy Alana. Ugye természetesen játszunk Jaina-val, játszunk Lich King-gel, és hát van Janalájunk is természetesen, úgyhogy minden mi szemszájnak ingere eléggé frankó. Ugye a Janalája azért is jó, mert a Hero Power-unkat valószínűleg fogjuk használni, még akkor is, hogyha Jaina-k vagyunk, és a Janalája kijátszás, akkor ugye, hogyha már Jaina állapodó vagyunk, akkor ez egy 8-as gyógyulás, az szerintem körülbelül bármikor jó lehet. Ugye dupla Dragon's Fury van benne, dupla Meteor, dupla Blizzard, dupla Flamestrike. Ez az összes board specifikus deck ellen szerintem csodálatos, úgyhogy bemegyünk ezzel létrára most szerintem. Szereztem megint néhány elveszíteni való csillagot. A legutóbbi állás szerint Win Streak-ben voltam, de most odmage-eztem eddig, mert mégis farmoljuk a mage vineket, de ugye ez most valami teljesen más. És a dust mennyiségemből látszik, hogy én már így megtettem, amit megkövetelt a haza, és megépítettem mindent, amit tudtam aranyban. Nem azért, hogy dustot szerezzek, mert azt hiszem a... Szerintem kb. Semmi nem volt, amiből ne lett volna. Hanem csak azért, hogy maradjanak a csillogos lapjaim. Jó. Ha mehatunk, akkor kikaptunk. Tehát akkor ezt el kell tudni viselni, hogy akkor nem fogunk nyerni. Tehát arra tudunk rámenni egyedül, hogyha zoom. Q-block ellen ez kiváló, de School of Honor-val senki nem játszik, úgyhogy Dragon's Fury-nál maradunk. Zoo ellen ezzel tudunk egyedül valamit csinálni. Az így nem annyira rossz, hogy... Nem így van. Ja. Even lockot pingelek-e arcba? Nem biztos. Ha mehatúnos, akkor lehet amúgy, ha nem mehatúnos, akkor hülyeség pingelni rá. De legalább kell az ötvenét. És most óriás. Jó. Az még sokat nem csinál sajnos. Ugye ezzel tudok neki egy hármast... Ne, nem tudom. De ez bele csapja. Biztos. Biztos belecsapjuk, és akkor tudunk belepingelni egy hármast. Egyben lesz. De a Dragon's Fury az pont jó, mert húzok is vele lapot. Oké. Dragon's Fury-val tudok-e húzni? Igen, 4-est tudok húzni. Ide ütünk és Dragon's Fury-zunk, az fixen húz. Ja. Sajnos ilyen az én formám, de erre mentem rá, hogy ez a legrosszabb, amit ki tud húzni. Jó, és akkor ő innen tud trédelni, és fel is tudja gyógyítani, hogyha úgy van.
De jó lenne, hogyha nem történne meg ilyesmi, a meteor az most jó. És ez nem mehatúnos valószínű, mert ő nem játszik Twilight Drake-et. Szerintem. És már ott is ez felszól. Jó. Oké. Lesz ennél nagyobb fenyegetése, lesz, mert dupla óriással játszik. Mi van, hogyha ezt csinálom? És csak pingelünk egyet a Drake-be. Nem feltűnően megmutatjuk neki, hogy van nálunk Flamestrike. Ugye semmilyen egy dropja nem lehet. Hát jó. Hogy gyertek el arcra. Jó. Wow. Ugye vigyázni kell, mert lassan range-be ér. Bluffnek hitte szerintem a dolgot, de hát nem bluff volt. Hát jó. Halál az áruló királyra. Ezt simán beleütjük. Mert ez úgyis csak gondot jelent, hogyha defilozik. Így meg nem tud, így bele kell ütnie, és ez nekem meg eléggé prima. Ez az Arinval egy kicsit most elgondolkodhatott, hogy lehet, hogy mégiscsak mehatunnal játszik, de... fura. De a polit fenn kell tartani valami nagy démonra. Mert bár Void Lord-on nem játszhat, de bármi mással. Igen. Jó. Hát kérlek. Vedd kövel, Utridus. Nem szabad Jaraxxust kijátszanunk, azt vegyük figyelembe. Ugyanis... játszhat Pactel. És akkor egyből meghaltunk. Kivéve, hogy nyilván, hogy... Ja, az izéből, a transformációból kapta. Jó, semmi. Csak nem írja, hogy honnét, és így nem értettem, hogy nem játszhat vele elvileg. Ez Dragon's Fury? Nem biztos. Genlai-hoz még kevés voltam, úgy gondolom. Három van hátra. Azt mondom, hogy elmegyünk arcra és Flame és Fury. Tehát a Fury jó, négyet el tud találni, hát az nem jó amúgy. Csináljuk meg ezt. És hogyha... oké, nem low-roll. Megkockáztatjuk-e a Jaraxxust, mert azzal el tudunk menni arcra, és gyógyulunk egy ötöst. A pinget mindenképp akartam a Janalai miatt egyébként. Ez lehet Flamestrike és ping, de nagyon szarul állunk akkor. Akkor dupla Hellfire-re halunk, és nem tudok mit csinálni ellenük. Ja. És egy még kell a Janalai-nak. Jajaj. Ja, dupla Hellfire-re halás van. És megvan neki. Igen. És tudjuk, ez egy a... Ilyen aztán nem jön fel a Jaina.
Edgar versus Jaina. És a Mirror. Knowledge is power. Jó, Odd-Mage ellen mit akarok? A Jelenite nem tarthatom, a Meteort nem tarthatom, és a Gluton az úz meg csak azért tartom, mert három drop igazából semmit nem csinál. A cserét az első lapját, tehát quest nem lehet. Vagy nagyon bátor, de nem, nyilván nem quest. Akkor ez egy elegáns passz, nem? Ja, és nem volt. Tehát, hogy igazam volt egy Mirror. Ha csak nem Murloc Mage, akinek rossz a keze, de valószínűleg ő is hasonló cipőben jár, mint én. Jaja. Én azt mondom, hogy ez most elmegy arcra, aztán kikoinoljuk az Iliex-et, és leütjük vele. Most ha nagyon húzni akar, meglátjuk mennyire... Aha, nagyon húzni akar. Jó. Raven Familiar. Kellemetlen. Most ez lehet a Stonehill, de én mindig azt mondom, hogy azt takarítsuk már, amit nem akarom, hogy húzzon többet nagyon. Így egy drót elveszek tőle, és visszajönni. Leütöttem volna a Raven Familiárt, ugye ez most neki így ingyen trade, viszont mondom, nem akartam, hogy húzzon, és az Acolyte-nak a leszedése volt a cél. Elemental Mage. Stonehill Ping. Mondjuk nem biztos, hogy ettől még Elemental, simán lehet, hogy... Lifesteal-es taunt azt szerintem jó. Ja, 4-ért 6 HP azt szerintem eléggé kiváló. Ugye így most beblöfföljük, hogy van nálunk Blizzard. Let the pain speak to me. Hát az meg így meg fog halni kb. Hát akkor én ezt mondom. Egyelőre greedizünk a board clear-rel, mert ki tudja, hogy mi van nála. És az a gond, hogy a Fury-nak van célpontként... Wow. Szóval van célpontként mindenféle... Ez az. Ez az. Na, belepakolt rendesen a srác. Szerintem nem volt rossz. Shimmering Tempest. Jó. De jó lenne most egy spell damage. Azt úgy csinálni, hogy trade, ping és Dragon's Fury. Tudjuk azt csinálni. És így fixen lesz takarítás egyébként. Így bármit is húzunk, takarít. Most ha ezzel nem trédelek, akkor se ért le volna túl, mert ugye 6 HP, úgyhogy ez így szerintem jó volt. Mi az, amire tartogatom a polimorfot? Hát valami nagyra, Lich Kingre például. Reality woven. Wow. Ezt csak így egyre használja. Érdekes. Hát jó. Welcome to the show. Ez biztos, és ezt közéjük lakom. Vagy hogy tegyem? Így. Így.
így már úgy se játszik egyik mage, mármint hogy egyik control mage se játszik alulna, tehát teljesen mindegy. Tempestből random secret. Wow. Ez valószínűleg csé amúgy. Na jó. Nem tudok jobbat sajnos. Reméljük nem Mirror. Azért itt voltak labdák, hogy ezt beletettük szerintem. Viszont ebből kapunk random secretet, ami mondjuk, vagy random spát, ami adott esetben rossz lehet, például ez. Erre most kimegy a poli. Pyroblast. Pyroblast a licskája. Wow. Jó, jó volt a kézolvasás. Jó volt a kézolvasás. Wow! Dupla piroblaszt! Hát nem lesz más lehetőségem amúgy. Ha túl akarok élni. Azt a rohadt. De akkor még Fireball-okkal is játszik vajon? De amúgy mennyire hülye volt a csávó, konkrétan letált Misszel. Ha Lich King-et nem... Na és most ezt megnyerhetem? Jó. Szóval, hogyha a Lich King-et nem piroblasztozza le, akkor... És az elmegy arcra, akkor nyerhetett volna. Én meg sehogy nem... ütöttem volna rajta annyit, amint kellett volna. És akkor rámegyünk az értékekre, ugye? Az mondjuk elég jó. Húzási control decknek, az mindig frankó. Oké, és akkor jön a Meteor. Ó. Hát akkor kapom a legendásokat. Jó, tehát Flamestrike még van a deckében. Ó. Glass Knight, ez kimondottan jó szerintem. Na nézzük mi az, amit... Ó, azt nem használtam el sajnos. Ezt igen. Meg ezt is. És a Lunát meg csak így kirakom szerintem. Nem is ismerem ezt a listát, amivel játszik egyébként, de tök izgalmas a dupla piroblaszt. Csak mi ellen jó ez így? Jó, ez biztos. Ez tuti. Na és akkor most kell azt csinálni, hogy ne húzzuk fel. Az jó. Ne polimorf. Hero Powerből sebzünk kettőt? Irreleváns szerintem. Most jó, mondjuk az ingyen 2-3-as testnek a plusz 2 sebb lehet, hogy megérte volna, de ki tudja, hogy milyen van még. Jó, az sem csinál. Így szerintem izgalmasabb, ja. Így jobban megérte. Az lehet explode. Oké. Okay. Az manából megvan. Az nem van neked. Na. Valamennyire a Meteor is körbe van játszva. Ami most már nála lehet. Wow! Ezért volt nála dupla piroblaszt, nem értettem? Így már minden világos. Jó, az lehet polimorf, bármi is. Welcome to the show. És a kettő-kettő. Jó. Hát mi van, hogyha azt leütjük?
Azt leütjük, megy a meteor és a pingvin. Hát nem amazing, hanem nálam, még nálam van. Meteort felhúzhatja. Utolsó öt labból, ott is van. Hát az lehet. Mi van, hogyha ezt most le... Jó. Nem tudom. Ezt megcsináljuk. Itt az Alana játék vajon? Nem vagyok benne biztosan. Ilyen szemben lehet, hogy nem volt jó most a polimorf. De mondjuk ezzel a Blizzardben még mindig jó vagyok. Szép. Az igen. Ez egy jó ötlet. Szerintem itt viszont ez Blizzard. De az a baj, letálja van különben. Leütjük. Négy sebzés, az lehet bárhogy. Próbálunk asztalról nyerni egyébként? Nem, de így igen. És akkor most simán tudok. És most mehet az Alana. És utána majd a Jaina. Vagy először azt mondom, hogy Jainázunk, de nem Jainázunk. Négy labból meg tudja ezt oldani. Kétlem. Reality. Jó. Woven. Jó. Yes. Ez pont 20 a matek mai jelenése szerintem. Sőt, 25. De jó ég. Spiteful Mage versus Big Spell Mage. Jó rövid meccs volt. De legalább megmutattuk a totális dominanciánkat. Na jó, nem, de hogy nyertünk egyet Mage-ra. Szerintem mehet még egy, és akkor így ez már ennyi. Úgyhogy az utolsó meccsre készülünk. Aha. Akkor megkapjuk a Volpriestet. De tök jó, hogy egyébként bármi, ami ellen készültem, az nem jön szembe. Csak az, ami ellen nem. Meteorval tartunk egyet. Mert az mondjuk 8. kör környékén, ha addigra nem jönne föl, akkor még mindig jó lehet az undorítóságok ellen, és teljes kezet cserélt a barátunk. A Geist az nagyon hasznos, de ugye ezért játszik Topsival, hogy ne lehessen geistezni, ami azért izgalmas, mert
Már ha jó feltételezés. Ugye teljes között cserélt, tehát nem lett kettett quest. Klasszikus. Klerikális. Akkor ez egy ping face. Ahogy így hasznosítsuk magunkat. Stonehill, vagy inkább a Dark Reaper. Dark Reaper azt tudod kivét. Nem, de igazából mindegy, nem? Nem, a Dark Reaper azért, hogy ne akarjon trade-elni. A Stonehill, ha a Stonehill-t rakom, akkor tud húzni, így nem tud. Kivéve, hogyha van nála a... Shield. Na, abból kiveszed a Shield-et? Mondd, hogy nem. Ez most nem tudsz ütni. Ezzel raktam ki? Aha. Be smart. Összeadta a számokat, és így kijött neki, hogy akkor klerik meghal. De mi az, amit fogdos a kezében? Valami lapot fogdos. Na most nulla manánál. Nem rakom ki a Stonehill-t. Csak azért sem. A következő körben inkább kikoinolom a Geist-et. És akkor majd meglátjuk. Úgy is kezdte lenni a kezem, és valamit kell csinálni vele. Bajban van a srác. Grizzly. Aha. Mi van, hogyha ez csak simán... túl jó polira amúgy. De nem, te polit megcsináljuk. Így most az én lényemet kell, hogy healelje, hogyha húzni akar. És így elrontottam a púlját is. Mert nem akartam egyébként azt csinálni, hogy csak simán elmegy a Fury. Mert akkor még ugyanúgy vissza tudja hozni. Annyira frankó. Ha-ha-ha, négy lapot. Mármint, hogy jaj de kár, jaj de sajnálom. Szóval nem akartam Fury-val megölni a medvét, mert így akkor belekerült volna a poolba, így most csak a birka van benne, és ez azért sokkal jobb. És igen, az Inner Fire-eket elvettem, úgyhogy topsia van. Jó. Oké, ez Flame Strike-ra kiváló. Jó, ezt én elflame strike-ozom még hozzá az artificial-ral és coin-nal, úgyhogy így még 30 fel is tudunk menni, az kimondottan életbiztosítás szerű. Wow. Szóval egy van hitelni sem tud valójában. Jó, nyilván lettek volna lehetőségek, de azért ezt a Geist nyerte meg alapvetően. Érdekes, hogy azok a deckek ellen, amik ellen készültünk, azokból egy se jött fel. Milyen érdekes a matchmaking. Bezzeg tegnap, amikor 5 darab Hunter jött egymás után, akkor nem volt probléma. A HS Replay-nek ez volt a legjobban működő Big Spell Mage listája, úgyhogy ha szeretnétek egy kicsit változatosabb metát, és nem csak az, hogy hunterek jöjjenek szembe, akkor játszatok ezzel a listában, mert valamiért a matchmaking most nem adott nekünk huntereket. Kiérti ezt? Ugyanakkor meg örülök, hogy sikerült behúzni még két mage wint, és egyre közelebb van az arany mage hős, arany Khadgar, arany Medivh, arany Jaina. Nyami. Na ez lett volna most a Big Spell Mage-en, örülök, hogy megnéztétek, és találkozunk holnap a Tevemrollban. Sziasztok!